Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Korszerű és hatékony iparbiztonsági információs központot adtak át Szekszárdon. Megemlékezés őseik kitelepítése kapcsán találkoztak a kaposzekcsői svábok. Nők az agráriumban, megalakult a gazdasszonyok Tolnavár megyei gazdaköre. Bővelkednek a sikerekben, egymás után nyerik az érmeket a szekszárdi sportolók. Korszerű iparbiztonsági információs központot adtak át Szekszárdon a Tolnavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóságon. Az új központ a szervek hatékony és szakszerű beavatkozását támogatják a különböző káresetek során. Emellett biztosítják a gyors információ áramlást. Megfelelő bútorzat kell, megfelelő elhelyezési körülmények, hiszen itt az emberek 24 órás váltásba tevékenykednek. Az úgynevezett iparbiztonsági információs központot mutatja be Balázs Gábor, tűzoltó dandártábornok, a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. A központot több mint 600 millió forint visszanemtérítendő támogatásból hozták létre. A legfontosabb az, hogy maga ez az iparbiztonsági információs központ, ez egy adatgyűjtő, adatelemző, adattovábbító, döntés előkészítő szervezeti egység. De ezt mind elektronikus formában, tehát olyan adatrögzítő szervereink vannak, amelyen számos terabájt mennyiségben férnek el adatok, bármikor visszanézhető, kereshető. Az Iparbiztonsági Információs Központban új informatikai hálózatot alakítottak ki 10 mobil dupla monitoros munkaállomással, a hozzájuk kapcsolódó telefonos elérhetőséggel, nagy teljesítményű multifunkciós készülékekkel. Minden munkahely képes videokonferencia kapcsolódásra, a vezetés irányítást nagyméretű monitorfal segíti, amelyen megjeleníthetők az egyes munkafolyamatok, emellett a kárhelyszínről, illetve a beavatkozásban résztvevő más szervek központjaiból érkező videóanyagok. A személyi állományát tekintetében havonta képezzük az állományt, mert nekünk is tanulni kellett ezt a rendszert, hiszen nagyon modern, nagyon okos eszközökkel vannak a mai szóhasználattal felszerelve, és egy ügyeletvezető, egy operatív törzs vezető mellett egyébként 5 személy dolgozik még, akiből adatrögzítők, értékelőelemzők, ügykezelők vannak. A projekt záró eseményeként egy törzsvezetési gyakorlatot tekinthettek meg a résztvevők, ennek során egy regionális közúti ellenőrzési akciót hajtott végre a Baranya, a Somogy és a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Hamarosan megnyitják az új tolnai bölcsödét, az intézmény élére ugyanis sikerült vezetőt találni. Ez feltétele volt a tanítási év megkezdésének. A 21. századi igényeket minden tekintetben kielégítő, korszerű, teljesen új létesítményt tavaly építették fel több 100 millió forintos támogatással. Korábban már 3 pályázatot írt ki az önkormányzat a vezetői posztra, de megfelelő jelentkező hiányában mindegyik érvénytelen lett. A most kinevezett szakember a Somogy vármegyei Csurgóról érkezik a városba. A bölcsöde így július 1-én nyit ki, a vezető megbízása pedig 2028-ig szól. Súlyosan megsérült egy 36 éves nő, miután az autójával hátulról belehajtott egy másik kocsi pincehelyen. A baleset azért történt, mert az áldozat későn vette észre, hogy az első jármű vezetője kanyarodni akar, ezért lassításba kezdett. Möcsény és Palatinca között pedig felázott gyökerű hatalmas akácfa dőlt egy közlekedő személyautóra. A jármű utasai, egy nő és egy kisgyermek az esemény következtében könnyű sérüléseket szenvedtek. A svábok kitelepítésének 75. évfordulójára emlékeztek Kaposzekcsön. Az évforduló alkalmából a Szekszárdi Német Színház előadását, majd a svábok mindennapjai elnevezésű kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. A kaposzekcsői német nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közösen szervezett megemlékezést a svábok kitelepítésének 75. évfordulójára egy több részből álló program keretében.
Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak a rendezvénye, mindig színvonalas és megható műsorokat rendeznek. Ez különös alkalom, hiszen a 75 éves kitelepítési évforduló van. A Schwabságot ez ugye nagyon megviselte, itt Kaposszegcsőn is. Nyilván egy háborús bűnösnek olyan embereket kikiáltani, akik semmit nem tehettek, és ugye ez is a mottója ennek az egésznek, hogy mi svábok, jó magyarok voltunk. Tehát, hogy önnekik ezt átélni iszonyat lehetett. Az idei évben a megemlékezés első részeként a látogatók egy jelenetekben rendezett sétán vehettek részt. Magyarországi Német Színháztól érkeztünk, és az előadás címe Nehéz csomag. Ez az előadás a magyarországi németek kidelepítéséről szól, annak állít emléket egy család példáján, akiket Budaörsről telepítettek ki. Az előadást követően az evangélikus templomban, majd a kitelepítési emlékműnél koszorúzással folytatták a megemlékezést. A program zárásaként pedig megnyitották a Svábok mindennapjai című kiállítást a közösségi házban. A koszorúzás után nyitjuk meg ezt a kiállítást, ami a svábok, németek mindennapi életéről szóló tárgyakat gyűjtöttünk össze, régi képeket, törölközőket, tálakat, tányérokat, áttakarókat és kézimunkákat. A kiállítás május 16-ától május 19-éig várja az érdeklődőket a Kaposszegcsői Közösségi Házban. Egy idős ember halt meg Pakson szénmonoxid mérgezés miatt. A rendőrök és a szomszédjai találtak rá az egyik szobában eszméletlenül. Az áldozat Siesta kályhát használt, abból szabadulhatott fel a gyilkos gáz. A katasztrófa védelem a mostani tragikus eset kapcsán is hangsúlyozza, fontos, hogy aki nyílt égési terű tüzelőberendezést használ, szerezzen be szénmonoxid érzékelőt. Újabb információk derültek ki a szekszárdi kórházban történt késelésről. Az eset vasárnap éjszaka történt. Egy ápolóra támadt rá hatalmas késsel a traumatológiai osztály egyik betege. A nővért megszúrta, az áldozat életveszélyes sérülést szenvedett, de még volt annyi lélek jelenléte, hogy egy pihenőszobába meneküljön. A zavart támadót végül biztonsági őrök fékezték meg. Most a rendőrség közleményéből kiderült, hogy a támadó egy 75 éves ápolt volt. Az elkövetővel szemben életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya eljárást indított. Megalakult a gazdaasszonyok Tolna vármegyei gazdaköre. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségéhez tartozó egyesület célja az érdekek érvényesítése, a hagyományok ápolása és a vidék népszerűsítése. Közel 20 fő részvételével jött létre Szekszárdon a gazdaasszonyok Tolna vármegyei gazdaköre. A tagjelöltek egyhangú szavazással választották meg az egyesület elnökének, Kővári Ildikót. Elég nagy szabadkezet is kapunk itt a megyében, hogy a tagság és a kívülről jövő kezdeményezéseknek teret adjunk, tehát tulajdonképpen mi magunk alakítjuk ki a törvényi keretek között, az egyesület keretei között a működésünknek a részleteit, és szeretnénk, hogyha ezt mi tudnánk tartalommal megtölteni. A rendezvényen részt vett Nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdaasszony tagozatának elnöke is, aki a nők gazdaságban és vidéki életformában betöltött kiemelkedő szerepét és annak fontosságát hangsúlyozta. Alapvetően azokat a női tagokat várjuk, akik egy kicsit közel érzik magukhoz, vagy a mezőgazdaságot, vagy ami a másik fő célunk, a hagyományőrzés, az értékek megteremtése, az egészséges élelmiszerrel való valamiféle kötődés. Úgyhogy alapvetően ezért vagyunk itt, és talán a legfontosabb az itt lévők számára az az érdekképviselet és információ átadás, amit a Magosz berkeiben ezt magunkénak tudhatunk, és ami egyébként rendkívül jól működik országos szinten már. Most egy picit ebbe próbáljuk becsempészni a gazdaasszonyainkat. Az alakuló ülésen a tagok kifejtették a jövőbeli elképzeléseiket, miszerint aktívan szerepet vállalnának a térség gazdálkodóinak tájékoztatásában, a felmerülő problémák közvetítésében és megoldásában. A hagyományőrzésben emellett olyan a mindennapokat érintő tevékenységekben, amely szerintük népszerűsíti és megkönnyíti a vidéki életformát, és erősíti a nők szerepvállalását az agráriumban is.
Kiemelten ellenőrzik a piacokat és a szezonális termékeket értékesítőket Tolna vármegyében a NAV munkatársai ezen a héten. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Tolnán, Tamásiban, Pakson és Dunaföldváron kell számítani. Az új Nemzeti Kiválóság Program idei pályázatain is mintegy 2000 nyertes részesülhet ösztöndíjban, majdnem 3,5 milliárd forint értékben. A 2016 óta futó kezdeményezés eddigi éveiben 26 milliárd forintnyi keretből mintegy 13 ezer egyetemista és fiatal kutató kapott támogatást céljai eléréséhez, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A nyertesek konstrukcióitól függően havonta nettó 100-200 ezer forint támogatásban részesülnek 5-12 hónapon keresztül, míg a felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíjjal arányos kutatási, működési támogatást kapnak, tájékoztatott a tárca. Újabb nemzetközi versenyről tértek haza kiváló helyezésekkel a Szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói. A fiatalok legutóbb Szlovákiában és Győrben is bizonyítottak. Remekeltek a szekszárdi sportolók a Győrben megtartott korcsoportos országos diákolimpia döntőjében. Szepesi Hunor, a helyi szepesi judo dinasztia legifjabb tagja, meg is nyerte saját korcsoportját. A döntőbe egy debrecenivel mentem. Ott az elején dobtam egy vazarit, és sikerült a meccs végéig megtartanom a vazarit, és nyertem. Dobrovolni Lóránt a hetedik helyen végzett, ami szintén kimagasló eredménynek tekinthető. Nem a döntő volt a legjobb meccsem, hanem a második, amikor az az ember ellen mentem, akit eddig egyszer sem tudtam megverni, és most sikerült, és onnantól nagyon boldogan és felszívtam magam a többi meccsre. A fiúk edzője azt mondja, a versenyzőik eredményei egyre jobbak. Nálunk judóban 10 éves kortól lehet hivatalosan versenyezni, előtte ilyen közös edzés vetélkedők vannak. 4 fővel vettünk részt, most ez a korosztály, nem mondanám, hogy itt Szekszárdon lyukas, csak a megfelelő felkészültség még egyelőre a gyerekeknek hiányzik, itt csak 4 fővel vettünk részt. Két emberünk sajnos idő előtt búcsúzott, ők helyezetlenek lettek. Egy nappal korábban a felvidéki Rimaszombaton megrendezett nemzetközi judóverseny 15 ország 733 versenyzője között a szekszárdi Gemen Judo Klub fiatal tehetségei is tatamira léptek, és igazán szép eredményeket értek el. Az elmúlt időszakban sikert sikerre halmozó Beke Csongor csupán egy nemrégen hatályba lépett versenyszabályzat módosítás miatt csúszott le a dobogó legfelsőbb fokáról. Eldobta az ellenfelét nagyon szépen, amire régebben egy hónap előtt tippont adtak volna, mivel a feje sajnos leért előbb, úgyhogy őt diszkvalifikálták, ő megállt a hetedik helynél, szerintem döntött, vagy legalábbis érmes helyzet ő is elért volna. Jó belépő volt, és talán elkezdünk egy olyan utat, mint a régi nagyokkal, hogy járjuk a világot a eredményes munkánk után. Fülöp György viszont a saját súlycsoportját magabiztos fölénnyel nyerte meg. Regionális híreink következnek. 132 éves a Rerum Novarum, a munkások védelme érdekében íródott dokumentum ma is aktuális. Az időjárástól függ a jó méztermés, mély mérgezések a helytelen kezelés miatt. Nagyszabású műsora a népzene kedvelőinek az E78-asban jubileumi koncertet adott a 40 éves zengő együttes. A Rerum Novarum megjelenésének 132. évfordulóján tartottak megemlékezést Pécsen. A 13. Leó pápa által írt dokumentum a munkások védelmének érdekében született meg 1891. május 15-én. Az ünnepségen elhangzott, hogy ma is aktuális az enciklika üzenete. A katolikus Karitász pécsi székhelyén két éve állított emlékműnél tette tiszteletét a Munkástanácsok Baranyai Szövetsége és a Vármegyei Önkormányzat. 132 évvel ezelőtt írta meg ugyanis 13. Leó pápa Rerum Novarum című enciklikáját a munkások védelmének érdekében. Értelmeztük azt a szellemiséget és azt az üzenetet, amelyet ebben a dokumentumban megfogalmazódott, és ennek tulajdonképpen a lényege az, hogy
a ma élő embernek, mai társadalomnak is van abban felelőssége, és a társadalom érettségét, fejlettségét mutatja az, hogy miként viszonyul, hogyan becsüli meg a társadalom nehéz helyzetben lévő elesett tagjait, azokat az embereket, akik akár önhibájukból, akár önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülnek. Az eseményen elhangzott, hogy máig aktuális üzenetet hordoz mindannyiunk számára az 1891. május 15-én kiadott dokumentum. Meg kell őrizni az értékteremtő munka tiszteletét, a hasznos munkát végző ember megbecsülését, fenn kell tartani a társadalmi szolidaritást és felelősségvállalást, emlékeztetett a vármegyei elnök. Nagyon örülök annak, hogy keresztény hitünkből is fakadóan 2010 óta olyan polgári kormánya van Magyarországnak, amely odafigyel a nehéz helyzetben élő roma és nem roma honfitársainkra, és én azt gondolom, hogy ez az mai együttlét is megerősített bennünket abban, hogy a következő években a bennünket körülvevő, gyorsan változó világban is nagyobb figyelmet kell fordítani a társadalom perifériáján élő emberekre. A megemlékezést első 2014-ben rendezték meg Pécset hagyományteremtő céllal. Azóta minden évben felelevenítik a pápai dokumentum üzenetét, amely először és teljes egészében foglalkozik a munkával, a munkásokkal és a közjó fogalmával. Ezen belül is elsősorban a szegények, az elesettek, a kiszolgáltatottak érdekeinek védelmével. Az időjárás függvényében jó méztermés várható. Biztató, hogy kevés volt a méh elhullás Baranyában, viszont rossz ír, hogy a helytelen növényvédelmi kezelések miatt idén is történtek méh mérgezések. A Baranya vármegyei szaktanácsadót kérdeztük. A tavasz igencsak változékony időjárást hozott, azonban a méh családok viszonylag jól teleltek. Baranya vármegyében a méh elhullás mindössze 17%-os volt, ez pedig egy elfogadható mennyiség, mondta Máj Gábor, Baranya vármegyei szaktanácsadó. Felkészülését a hordásra a méhészek megkezdték a méh családoknak, viszont mikor tulajdonképpen megjött, meg kellett volna jöjjön a jó idő, akkor még inkább változékonyabbá fordult az időjárás, és a repce is tovább virágzott ennek következtében, mert ilyen hűvös csapadékos időjárás volt, viszont a méhcsaládok nagyon keveset tudtak a virágon eltölteni. Mivel a pergetések a repcéről még zajlanak, ezért termési eredményekről még nincs kellő információ. Viszont a helytelen növényvédelmi kezelések miatt idén is történtek méhmérgezések, tette hozzá a szaktanácsadó. Ezúttal is szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét is, illetve a kiskert tulajdonosok figyelmét is annak vonatkozásában, hogyha lehet, akkor a késő esti órákban, vagy a napnyugta előtt egy órával kezdjék meg a fák, gyümölcsösök, illetve a növénykultúráknak a kezelését, hiszen akkor már a beporzók nem látogatják a virágot, és így a kártevőktől meg tudják szabadítani a növényt, úgy, hogy ne okozzanak kárt esetlegesen a méhészeknek. Az elhullott méh és talajmintákból a Baranya vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi szakemberei, valamint az állatorvosok meg tudják állapítani, mi volt a károkozó jelen esetben. A jubileumi koncert vendégei voltak a Szélkiáltó együttes, az Annó Muzika, a Bergics Szlama Duo, Király Nóra zengető együttes és az egykori alapító tagok. A rendezvény táncházzal zárult a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as koncerttermében. Az 1983-ban alakult zenekar számos rádió és tévéfelvételt, valamint 7 önálló lemezt készített. Fellépett a hazai színpadokon kívül a világ 18 országában. Jubileumi koncertjükön, akárcsak korábban, a népzene feldolgozásának olyan útját választották, amely igyekszik megőrizni e kultúra magas esztétikai színvonalát. Már a kezdetekben is olyan feldolgozásokat csináltunk, amelyek gyakorlatilag a világ zene kategóriájába tartoznak. Ha külföldön játszunk, akkor autentikusnak tartanak minket, itthon meg sokan világzenés együttesnek. Tehát ez minden elég szubjektív ennek a megítélése, valahol ennek a mesdjéjén talán így fogalmazhatnék pontosan. A zengő muzsikájában olyan régi stílusú dallamokat mutatott be, amelyek gazdag díszítményeikkel a mai közönségnek is nagy élményt képesek nyújtani. Az est repertoárja közönséghez igazodott. A régi tagokkal régebbi számokat játszunk, a Szélkiáltósok is beszállnak egy egyik feldolgozásba,
Az engetősök egy autentikus darabbal román népi táncok zenéjét játsszuk, tehát inkább így igazodunk. A jubileumi koncert vendégei voltak a Szélkiáltó együttes, az Anno Musica, a Bergis Lamadó, Király Nóra, a Zengető együttes és az egykori alapító tagok. A rendezvény táncházzal zárult a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as koncerttermében. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Korszerű és hatékony iparbiztonsági információs központot adtak át Szekszárdon. Megemlékezés őseik kitelepítése kapcsán találkoztak a kaposzekcsői svábok. Nők az agráriumban, megalakult a gazdasszonyok Tolna vármegyei gazdaköre. Bővelkednek a sikerekben, egymás után nyerik az érmeket a szekszárdi sportolók. Szerdán előre láthatólag folytatódik az erősen felhős, borongós, csapadékos időjárás. Elsősorban az ország keleti felén várhatók záporok, zivatarok, és enyhébb idő a Dunántúlon hideg, erős, viharos északi szél mellett napközben legfeljebb csak kisebb, éjszaka kiadósabb csendes eső valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!